hogy alig 6,5 hónap után miért mondok ilyen könnyes búcsút a régi koszorinknak, és miért üdvözlök egy új dobozt az otthonunkba. Erről szól ez a videó. Ugyanis alig 6 hónappal azután, hogy megérkezett hozzánk, átlag heti 2-szer használtuk, és számtalan videót készítettem nektek vele. Szóval gondoltam, hogy tartok egy fél éves mustát, és bizony észrevettem pár dolgot. Néhány elváltozást a gépen. Mit szólt ez az ügyfélszolgálat, és hogyan álltak a dologhoz, hogyan rendezték a dolgot? Menjünk időrendi sorrendbe. Amit észrevettem a készüléken, pár hullámosodása nagy üstön, oldalt. Hullámosodása belső kosár alján, ami azért baj, mert felfelé púposodik, így bármely kiegészítőt tennék belőle a kosárba, az billegne, megsértve ezzel a felületét. Apropó, megsérült felület, abból is találtam. Ahol az üst és a kosár felfekszik egymásra, ott bizony elkezdett kopni ez a nagy keménységűnek mondott felület. Mindez 6,5 hónap után. Írtam hát egy levelet az ügyfélszolgálatnak, amelyben leírtam ezeket a tapasztalatokat, és az itt látható fényképeket mellékeltem nekik. Elmondásuk szerint a hullámosodás valamely mértékben a lemezen normális jelenség, a kopás viszont már nem, a kopás garanciális. És mivel abból is volt, valamint a hullámosodás úgyis csak újabb kopást eredményezne, hát zokszó nélkül cserélték a készülékemet. Pénteken délelőtt írtam, pénteken délután már jött is az értesítés a GLS-től, hogy érkezik a csomagom, készítsem össze a régi gépet. Mert hogy a régi gépet össze kellett készíteni minden tartozékával, eredeti dobozában veszik csak vissza, oly módon, hogy én ezt átadom a futárnak, ő pedig egyből adja az új gépet. Így is történt, de meglepetés várt a csomagba. Nézzük, mi változott 6,5 hónap alatt. Először is, ahogy láthatjátok, az eredeti csomagolása más, kapott egy új dizájnt. Persze, hogy nem erre gondoltam, mint meglepetésre. Csak ez a másik gépen nem volt rajta. Az talán a kábelt lehet ide tekerni, ami furcsa lenne, mert hogy itt van egy ilyen nyílás, itt jön ki a levegő belőle. Szóval ez itt eddig nem volt rajta. Az előző gépen ilyen nem volt, nyilván távtartónak is funkcionálhat. Olyan, mint hogyha egy ilyen kis légterelő lenne. Ezek nem tudom, miért vannak itt. A színe is kicsit, mint hogyha mélyebb bordó lenne. Szerintem más a színe. Keskenyebb, vagy nem tudom, ez csak érzéki csalódás. Hát mondjuk attól függetlenül belül lehet ugyanakkor a nyilván űrtartalomra. Bár nyilván most jövök rá, igen, hátul az légterelő, ha működik, ha meg nem működik, miközben nem működik, akkor az be igen lehet kábeltartó is. Thank you.
lakossággal.